elképesztően fontos bajnoki várt csapatunkra a Mercantil Bank Liga 32. fordulójában a soroksár ellen ugyanis kötelező volt a győzelem. Nem könnyítette meg a dolgunkat, hogy a sérült Rácz László és terbe Botond mellett az eltiltott heles sem léphetett pályára. A meccs első 18 percében nem sok érdemleges dolog történt a pályán, a 19. minutomban azonban Pécsi helyzet hozott izgalmakat. Harsányi készített le egy labdát Majnovicsnak, aki szépen tört be a 16-oson belülre, és ballal célba is vette a kaput, Mergl azonban védeni tudott. Hat perccel később ismét Harsányi adott jópaszt, ezúttal Ráczbalásnak, aki jobbról kicsit kicsavart helyzetből vette célba a rövid felsőt, nem is tévedett sokat. Az első fél óra végén megint csak Harsányi volt aktív, aki szépen ívelt a védelmi vonal mögé. Elsőre úgy tűnt Rácz nem fogja tudni elérni a labdát, de Száj ügyetlenkedett egy kicsit, amit csatárunk kihasznált, megszerezte a labdát és hatalmas helyzetbe került. Balos lövését azonban a vendégek kapusa nagy bravúrral hárította. A 39. perc hozta meg az első sorok sári helyzetet. Varga kapott egy jó indítást a jobb oldalon. A 16-oson belül csinált egy visszacselt, majd ballal erőből vette célba a varasdi kapuját, hálóőrünk azonban résen volt. Már úgy tűnt 0-0 lesz az első félidő, jött azonban a 44. perc, és ünnepelhettünk. Szabó beadásába egy védő még bele tudott érni, de így is a hosszú oldalon érkező Majnovics elé került a labda. Védőnk megpróbált kapu felé fordulni, a labda viszont elpattant tőle, éppen harsányi elé, aki gyönyörű mozdulattal lőtt a rövid felsőbe csapatkapitányunk szezonbeli hetedik gólja a legjobb kor jött. Ráadásul a hosszabbítás első percében Majnovics akár meg is duplázhatta volna előnyünket, azonban harsányi középre tekert labdájára hiába érkezett remekütemben, fejesem mellé szállt. A szünet után 9 percet kellett várni az újabb helyzetre, amelynek egyik főszereplője sokat szor is harsányi volt. Jobbról adott be remekül a rövid saroknál érkező rác felé, aki a földre pattintva a kapu jobb oldalát vette célba, a labda azonban az alapvonalon ment ki. A 64. percben szinte a semmiből egyenlíthetett volna a soroksár, az addig a mi térfelünkön veszélyt egyáltalán nem jelentő vendégek Pintér beadása után Lovrencsics révén kerültek helyzetbe, a 10 méteres fejesét azonban Varasdi a levegőben úszva látványosan hatástalanította. A meccs hajrájához közeledve egy a védőink által kifejelt labdát Korozmán vett le, majd 15 méterről a bal alsót vette célba, Varasdi azonban ismét hatalmasat védett. Több izgalom a meccs végén, azon túl, hogy lélegzet visszafolytva vártuk a lefújást, már nem történt, így megszereztük a rendkívül fontos három pontot. És bár egyelőre még mindig a vonal alatt vagyunk, a BVSC vereségének is köszönhetően már csak egyetlen pont a hátrányunk a már bentmaradást jelentő 14. helyhez képest. Május 19-én, vasárnap 17 órakor pedig újabb létfontosságú meccs következik a budafok vendégei leszünk majd. Terveink szerint a mérkőzést élőben közvetítjük majd a PMFC YouTube csatornáján. Nem nagyon tud, egy mérkőzés nagyobb tétel bírni, mint az elmúlt 90 percünk, hiszen gyakorlatilag győznünk kellett. Kötelező volt győznünk. Ha azt nem tettük volna meg, akkor, akkor nagyon nagy bajban, még nagyobb gondban lehetünk volna, Áll Istennek, itthon tudtuk tartani három bajnoki pontot, ez nagyon fontos volt. Volt már ilyen mérkőzésünk több is. Volt már ilyen mérkőzésünk, szervezetten játszottunk, nagyon stabilan játszottunk hátul, szereztünk egy gót, ami az ilyen gondom az az, hogy hiába volt, aztán volt még három vagy négy óriási óri ordítógól vezetünk, Egyszerűen nem tudunk élni vele, és az egész tavaszra ez jellemző volt, most már ezzel nem kell persze foglalkozni. A legfontosabb az, hogy roppant fontos állampontot szereztünk, de még nem tartunk. Ö, jövő héten olyan meccsre megyünk, ami szintén ilyen győzelmeként szembe lesz, és én azt mondom, hogy ö, még mindig van esélyünk, és, 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 és komoly esélyünk nyílik arra, hogy végül is a másodosztályban. A, elsősorban gratulálnom kell a Pécsnek, hiszen uh, nyilván uh, megvertek minket, és itt tartották a három pontot. Uh, ugye egy erőszakos játékkal, uh, én azt gondolom, hogy egy szép volt rúgtak. Uh, nyilván nekünk voltak olyan, olyan helyzetecskéink, amiből igazából nem tudtunk gólt szerezni. Sokkal keményebben, sokkal agresszívebben kellett volna játszanunk. Uh, erre készültem, hiszen a Janit ismerem, tehát a, a Janinak a mentalitását uh, tisztában voltam már, hogy föl lesz tüzelve ez a csapat. Nyilván uh, ez most nem sikerült. Uh, van még két Mérkőzésünk nyilván mi kényelmesebb helyzetben voltunk, mint a Pécs, ezt igazából lehetett látni a játékosaimon is. Úgyhogy van mi két mérkőzés, és szeretnénk minél jobban szerepelni.